A magyar népi hitvilágban, az emberek emlékezetében, de még a történelmi feljegyzésekben is számos olyan lény él, akiktől egyenesen tartottak. Habár néhányuk eleinte nem tűnt veszélyesnek, vagy nem is sejtettek semmit se a létezésükről, mégis a későbbiekben a babonás félelmek és a fel nem ismert jelenségek népi magyarázatává nőtték ki magukat. Ebben a videóban most a magyar rémségeket, szörnyeket, lényeket fogom nektek bemutatni. Tartsatok velem! A magyar lidérc. Számos európai nép népi hitvilágában megtalálható lény volt a lidérc. Általánosságban mesei tulajdonságokkal bíró lényekként ismerték őket az emberek, és népenként tulajdonságaik, képességeik eltérhettek. Valamennyi változat szerint egy lidérc minden ember számára rendkívül hasznos természetfeletti lénynek számított, de gonoszsága miatt azonnal meg kellett szabadulni tőle, ha nem akartál magadnak bajt. Gyakran gonosz tündérként, kísértetként vagy boszorkányként is azonosították, míg általánosságban démonoknak tartották őket. A magyar népi hitvilág szerint egy lidérc egy fekete tyúk tojásából jön a világra, ha azt a hónunk alatt tartjuk vagy trágyadombon költjük ki. Aki kikelteti a tojást, a belőle előmászó lidérc onnantól a szolgálatába szegődik. A magyar leírása ennek a lénynek olyan sokrétű, hogy nyelvjárásonként sajátos kifejezéseket is használtak rá. A Dél-Dunántúlon például lüdércnek vagy piritusznak nevezték, a Kelet-Dunántúlon mit-mitkének szólították, a csalló közben iglicnek, az alföldön ördögnek hívták a tojásból kikelő csodalényt. Ez a csirke lidérc együtt él a gazdájával, mintha a szeretője lenne. Ha a férfi a gazdája, akkor éjszaka nővé változik, ha nő a gazdája, akkor pedig férfivá, és földön túli örömökben részesíti őt az ágyban. A lidérc általában a gazdája keblén kapaszkodik, és éjszaka nyomja a mellkasát az ágyban, amit az emberek lidérc nyomásnak neveztek. Más hiedelmek szerint a lidérc még a gazdája vérét is szívja, és ezáltal folyamatosan legyengíti őt. A magyar folklórban elterjedt gondolat volt, hogy étkezéskor a gazdának az első falatot mindig a lidércnek kellett adnia, vagy sótlan, visszafelé kavart kásával kellett megetetni. A fekete tyúk tojásából kikelt lidérc minden kívánságát teljesíti ugyanakkor a gazdájának. A lidérc ilyenkor megkérdezi, hogy mit hozzak, vagy egyszerűen skandálni kezdi, hogy mit. És ha a gazda válaszol rá, azt teljesíti számára. A lidérc mindig szerez pénzt, így a gazda, ha nem is kéri, de meggazdagszik tőle. A hiedelemmondák szerint a lidérctől csak úgy tud valaki megszabadulni, ha teljesíthetetlen feladatot adnak neki. Hozzon kötélben homokot, vagy rostával, szűrővel, esetleg lyukasvödörrel hordjon vizet. A lidérc ebbe belehal, vagy olyannyira legyengül, hogy bele lehet ékelni egy fába. A tüzes lidérc a tyúk tojásból kelő lidérc egy olyan változata, ami tűzcsóva vagy valami tüzes gomolyag alakjában tűnik fel, és a hiedelem gyakran összemossa a természeti jelenséggel, amit lidércnek nevezünk. Az előző változattal ellentétben a tüzes lidérc viszont kígyó tojásból kel ki. A lidércek között akadnak olyanok is, akiket apró emberekként írnak le, akiket a gazdája nem tojásból keltett ki, hanem egyszerűen csak megtalálják őket valahol. Akár rongyba tekerve, akár tarisznyában, de meg is lehet vásárolni a korábbi gazdájától. A leggyakrabban Zalavár megyében beszéltek az apró emberkéről, de az ország keleti régióiban is ismerték Piritus, illetve Piritus, vagy Földi Ördög néven. Vasvár megyében Mándlinak nevezték. Az ártó segítő apró emberkétől úgy szabadulhattak meg az emberek, ha eldobták maguktól vagy eladták valakinek. Az ördög szeretőnek tartott lidércek hasonlóan tüzes alakban bukkannak fel, mint a tüzes lidércek, de őket már egyértelműen lidércnek vagy ludvérnek nevezik. Éjszaka az égen repül tüzes alakban, és a földre szállva emberi alakot ölt. Általában a kiszemelt gazda elhunyt vagy távol levő szeretőjének, házastársának alakját veszi fel. A Dunántúlon azt mondták az emberek erről a lidérc fajtáról, hogy ember alakban ludlába van, és a házakba a kéményen vagy a kulcsukon keresztül jut be. Ha távozik valahonnan, akkor tüzet szór és lepiszkítja a ház falát. A gazda, akivel szeretkezik, beteg és szerencsétlen lesz tőle. Ezen felül említést tesznek a népi hitvilágban olyan lidérc nyomásról, ami a légzési nehézséggel járó betegségnek a tüneteit foglalja össze annyi különbséggel, hogy azt nem egy lidérc, hanem egy átok idézi elő, ami ördögtől vagy boszorkánytól származik.
Az európai népi hitvilág leírásai közül a magyar lidércek tulajdonságaikat tekintve az inkubuszokra és a szukkubuszokra hasonlítanak erős vámpír tulajdonságokkal. Egyedülálló módon a magyar nyelv az egyetlen, ami ennyi tulajdonsággal és képességgel bíró lényt mindössze egy összefoglaló szóval tud megnevezni. A mumus. A magyar néphiedelemben akad jó pár olyan lény, akik gyerekeket ijesztenek. Rosszindulatú szellemlényként tartották számon és láthatatlannak tartották a mumust. Kutatói feltételezések szerint a magyar népi hitvilágból azért nem maradt ránk leírás a mumus külsejéről, mert valószínűleg minden ember saját félelmének megtestesítőjeként tartották számon. Attól ugyanis könnyebben lehet félni, amit az ember nem lát, nem ismer. Gyakran használtak a felnőttek olyan szófordulatokat, amikkel a gyerekeket riogatták akkor, ha nem úgy viselkedtek, ahogy azt illik. Például, hogyha nem viselkedsz, akkor elvisz a mumus, ne sírj, mert jön a mumus, hallgass, mert jön a mumus. Egyes régiókban bubusnak hívták, de elterjedté vált a zsákos ember megnevezés is, amikor is egy ijesztő idegen férfi zsákba rakja a rossz gyerekeket, és magával viszi őket. Ugyanilyen elnevezés volt a pulyaszedő, a gyerekszedő, a fekete ember, a csendőr, és megsorolhatnám. Szinte összefonódott a mumus alakja a magyar népi világban sok olyan valóságos személlyel, akikkel a lakosság nem szívesen akart találkozni. Erdélyben ezt a gyermekrabló lényt bákásznak nevezték. Hany istók. A magyar történelem egyik legrejtélyesebb személye egy gyermek volt, akire 1749-ben bukkantak rá a kapuvári halászok, a hansági királytónál, a Mocsárban. A fennmaradt feljegyzések alapján lehetett róla tudni, hogy egy 8-10 év körüli vadgyermek volt, akiről azt feltételezték, hogy még kiskorában megszabadultak tőle, de a tó környékén meghúzva magát életben maradt, és árva gyermekként élte ott mindennapjait. A fennmaradt leírás alapján a fiú nem tudott beszélni és nagyon vad természetű volt. Teljesen mesztelen volt, a bőre kérgessé vált, és vastagabb volt az átlag emberénél, a teste szőrös, az ujjai között két éltűekhez hasonló bőrhártya húzódott. Egyes szemtanúk arról nyilatkoztak, hogy ez a gyermek a tóban úszva fogott magának halat. Ezt a fiút a kapuvári halászok elvitték a plébániára, és 1749. március 17-én a plébános István névre keresztelte. A szentség kiszolgálása viszont feltételes keresztelés volt, ami egy sajátos procedúrának számított. A keresztség szentségét ugyanis az ember életében csak egyszer vehette fel. A fiú viszont mivel nem tudhatta, hogy megkeresztelték-e, és még a plébános sem tudhatta, hogy erre vajon sor került-e, ezért feltételes keresztelést hajtott végre. Amennyiben tehát istókot például újszülöttként megkeresztelték, akkor a feltételes keresztelés gyakorlatban érvénytelen, de a keresztelői anyakönyvben szereplő dátum az utóbbi szentség kiszolgálására fog vonatkozni, vagyis a második keresztelés teológiai értelemben érvénytelen, de jogilag érvényessé válik. Istvánt ezután elvitték az Eszterházi kastélyba, és ott Rosenstengel Pál várnagy gondjaira lett bízva, akinek feljegyzéseiből ismerhető Hany Istók további sorsa. Megpróbálták a fiút megtanítani beszélni, de arra nem volt hajlandó. Állati hangokat utánzott, csak nyers halat, békát és füvet fogyasztott, az úszását egy haléhoz hasonlították. Tanítatni akarták, de arra is alkalmatlannak bizonyult. Lassacskán engedte, hogy ruhába öltöztessék, de rendszeresen négy kézláb közlekedett. Az itt tartózkodása alatt megszerette a főtt húsételt. A vízhordást és a pecsenyeforgatást merték rábízni egyedül. A várnagynál szolgáló hajduk azonban rendszeresen bántották Istókot, aki többször is megszökött a kastélyból és kutyás csapatokkal hozták őt vissza. Egyedül a várnagy lánya volt, aki törődött vele, aki 1751-ben férjhez ment. Istók a lakodalom során kedveskedni akart a lánynak, és egy tál békát öntött a lakodalmas asztalra, ami óriási felháborodáshoz vezetett. A hajdók megint alaposan megverték őt, majd a lakodalom másnapján István megszökött, és soha többé nem került elő. A kapuvári halászok még 1755-ben jelezték, hogy látták őt a királytó környékén a Mocsárban, de a vízbe merült és soha nem került elő. Neve a kapuvári helytörténetírásból maradt fenn. A hany egy nagyon régi magyar kifejezés, ami mocsarat jelent, és valószínűleg csak később aggathatták rá, ugyanis a magyar királyság területén csak 1787-től volt kötelező a vezetéknév használata,
így a keresztelői anyakönyvben is csak a keresztneve volt olvasható, és mellette a részletes beszámoló, hogy honnan jött, és hogy mit lehetett róla tudni. A Mátra-Nováki fanyűvő. Sajnos vagy nem sajnos, Magyarországot is elérték a kriptid jelenségek az 1980-as évektől. A Yetihez, a nagylábúhoz hasonlóan észleltek egy senki által nem látott és nem bizonyított lényt, amit a mátrai bányászok kezdtek rémmeseként előadni egymásnak. 1998-ban a témát egy iskolás csoport lovagolta meg Bátony terenyén, majd 2001-ben Mátra-Novákon egy sátorozó csoport észlelte is a szörny jelenlétét. Azóta többen is beszámoltak arról, hogy a lényt látták, és külső jegyei teljesen megegyeznek a Yetiével. Ha ez nem lenne elég, azóta több hasonló figuráról számoltak be az országban. Ilyen volt például a badacsonyi görényember, 2018-ban a tarpai farkasember, 2019-ben a beregi bundásrém, az alföldi hundrakó, vagyis a magyar sárkány, ami egy állítólag kihaltnak itt repülő dinoszaurusz, és 3-4 méteres termetével a kriptid kultúra képviselői, a turulmadár leszármazottjának, vagy vele rokon állatnak tartják. Aztán ott van a varbói tószörnye, ami természetesen a Loch Nessi szörny mintájára kitalált marketing fogás a turizmus fellendítéséhez, aztán a kőbányai szop... Ja, nem, ő nem. Ő biztosan nem. Na mindegy. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!